Gáti emőke, júniusi hőség. Odakint harminc, idebent negyvenöt fokos. Már felnőtt, de még nem érett. Izzad a nagy alkalomhoz illő sötét öltöny, és a feladat súlya alatt. A jobbátság helyzete a reformkorban. Második felelet az osztályból. Tíz perc leforgása alatt kell életében másodszor nem csak előkotorni tizenkét év feneketlennek tűnő bugyrából, hanem szabatos, csinos mondatocskákba is csomagolni a tételhez, és csak is az adott tételhez tartozó ismeretanyagot. A felelet döcög. Nem mintha nem készült volna. Valamennyi szava ül, a lényegbe talál. De hát húsz másodpercenként beugrik az a bizonyos átkozott áramszünet, amit csak kínos, kell lehet áthidalni. Szépszámú a hallgatóság! Az osztály legértelmesebb tanulója felel. Az elnök, az igazgatóhelyettes és a szak tanára mellett, még vagy fél tucat jól ismert arcról árat felé a veled izgulunk melege. Érdekes, Homlokát mégis, mintha jótékony, hűvös kezek simogatnák. Csak azok az átkozott áramszünetek. Fiatal ember, hagyja abba a dadogást. Három napig hallgattam már ilyesféle nyögdösést. Torkig vagyok vele. Szó benakad, hang fennakad, lehellet megszegik. Hova is tartozik ez az idézet? Ö igen, magyar irodalom, Arany János és a Velszi bárdok. Vagy mégsem? Itt és most az ő agyából pattant ki? Hangzavar. Legjobb. Intelligens. Csak így tudja. Nem akarom tovább nyomni a sódert. Sok sikert kívánok az önök előtt álló három naphoz. Aztán lóvé, rögeszmefuttatás és pikáns a idézetek. Alig fél órája ilyen szavakkal indította erre a lidérces útra. Hány éves lehet. fehér kefefrizura, figyelemre méltó pocak. Figyeljen jobban, és kerülje a felesleges őket. Igen is, elnök úr. A hatalmas többséget kitevő. Ö, ö, bocsánat, jobbátság. Bocsánat, nem vehet részt a közügyek ö, ö, intézésében. Ö, nem, hát ez így nem megy tovább. Még egy szó, és abszolutizmus ide, felvilágosult vagy setét, amoda, az elnöki asztal borító sárközi szőttesre gurul a torkát folytogató gombóc. Nem bőgni. Csak azért sem bőgni. Göndör fekete szakáll az elnök feje mellett. Csak azért növesztette, hogy idősebbnek lássék. Neki az első, már csak ezért is ki akartak tenni magukért. Szófosz lányok. Tíz perc. Következő. Megnyugszik. Nem készült. Világos. Fél évkor felvették a Szovjetunióba. Miért is trapálta volna magát? Térjen át kérem a BT erre. A göndör fekete szakállat keresi. Hát ő is. Átült a hosszú vizsgáztató asztal legtávolabbi sarkára. De a szeme, huncut, cinkos, meleg barna szeme az egyetlen fogózó ebben a szilánkokra hult. Miben is? Akkor miből vizsgázott? Matematikából és történelemből. Válasza az elnöknek szól de tekintetét az a huncut cinkos melegbarna pillantást tartja fogva. Különös lebegő érzés. Nem ő válaszolt, csupán a lapockája. Ennyi jut az asztalfőnek, ha őkkel vagy azok nélkül, de mondja. Mondja! Abba a huncut cinkos melegbarna szempárba kapaszkodva mondja, ami az 1934-ben Franciaországban kibocsátott pénzérméről. Csak az eszébe jut.